Az amerikai elnökválasztást és a legutóbbi európai szavazások végeredményét elemző szakértők egy közös okra, az elit ellenességre vezetik vissza Donald Trump győzelmét. A republikánus jelölt győzelme erősítheti a már meglévő hatásukat. Az emberek az egyszerűbb üzeneteket elfogadják, háttérbe szorul a szolidaritás, és meggyengülnek a pártok. Az elitekkel való szemben állást mutat. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet igazgatója szerint a korrupció elutasítása jobboldali fordulatot hozott. Az alkotmányos demokráciáknak, az általános válságának a jele ez a két eredmény. Azt egyébként tényleg nem gondolom, hogy az Egyesült Államokban a demokrácia alapjait kellene félteni, hiszen ezek az alapok nagyon erősek. Majtényi László a hazai történések kapcsán, de Trump választási kampánya apropóján fejtette ki. Az az antihumánus politika, amely egyetlen menekültet sem akar látni, morálisan elfogadhatatlan. Nem minden a menekültek iránt, hogy mondjam, megértő politika, az egyúttal jó politika. De az, hogy, az ne nevezze magát se kereszténynek, se ateista humanistának, az ne nevezze magát az európai kulturális tradíció örökösének, aki azt mondja, hogy szenvedő emberekkel nekem semmi dolgom nincs. Robert Fico szerint a választás eredménye is megmutatta, hogy a világ és Szlovákia is más, mint amilyennek a média mutatja. Mindnyájunknak hallgatnunk kell az emberekre, ez az igazság az Egyesült Államokban is megmutatkozott, mondta a szlovák kormányfő. A századvég kutatási igazgatója azt állítja, ideológiai törésvonal keletkezett a globalizáció nyertesei és vesztesei között, és ez utóbbiakat aktivizálták. Tényleg azt lehet mondani, hogy Donald Trump mögött egy mozgalom állt, és egy ilyen anti-establishment megközelítési mód. Tulajdonképpen a mostani elit ellen szavaztak. Obama tulajdonképpen összerakta a kisebbség többségét, Donald Trump pedig összerakta a többség többségét. Az összes előrejelzés gyakorlatilag Clintont hozta ki szinte győztesnek. A Political Capital Amerikában tartózkodó igazgatója szerint a politikai rendszer és a republikánus párt garantálja, hogy az amerikai demokrácia ne sérüljön. Európa egy nagyon komoly legyengült állapotban van, és a Brexit már eleve adott egy lökést a populista jobboldali szerveződéseknek, amit láthatunk majd az elkövetkező évben, szerintem Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Csehországban, hogy populista jobboldali szereplők törnek előre, és azt hiszem, hogy ez az Oroszországgal való viszonyt is alapvetően meghatározza majd, és lehet, hogy felírja. A populista jelölteknél nagyon nehéz a közvéleménykutatóknak pontos eredményeket mérniük, mondja a méltányosság szakértője. Sok ember van, aki nem vallja be szívesen, hogy egy populista jelöltre szavaz egy közvéleménykutatónál, de aztán a szavazófülke magányában már sokkal szélsebben húzza be oda az X-et. Az elemző szerint ez az oka annak, hogy a kulcsfontosságú államokban Trump győzött.